Jó napot kívánok, üdvözlök kedves nézőinket! Újra itt vagyunk a Kifőzte című műsorba, Nyíregyházi Állatpark Bambusz étterembe. Helyjel, bocsánat, az alkohol hatására vagy a hiánya, nem tudom. Mellettem Szabó Sándor, mesecukrás mester, kollégámat mutattam be. Ő fog most nekünk karácsonyi édességet készíteni, vagy jól tudom, akkor ilyen szép édes karácsot. Sanyikám, parancsoljál! Amikor beszéltünk ennek a műsornak a témaköréről és a karácsonyt határoztuk meg. Nekem az első gondolatom az volt, hogy a karácsony, a család, a gyerekek, és amikor együtt van a család, és akkor a gyerek az anyukájának segít, általában ez a mézes kalács készítés, ez egy nagyon jó ez így működik, erre, na, hogy... ez annak is így van, és mondják, hogy mokostunk mézes kalácsot szerdán, na akkor én szerdán nem megyek haza. Nem az én munkám. Én majd megfőzöm a halászlevet, édes gyártjanak a gyerekek a anyukkal. Hát én tapasztaltam a saját gyerekeimen, hogy a nejemmel odállnak, és szívesen. Én kell főzöm halászlevet. Ha már csak összekenjük a kezüket, akkor is a sikerélmény megvan. Cukrász munka, nem szakács, úgyhogy én ezt nem értek. Hogy kérdezem édes tétes, hogy mondják, hogy egyszer nézőnek egy... Én biztos vagyok benne, hogy otthon mindenkinek megvan a saját tuti receptje. Millió recept van erre, így van. Hát én úgy gondolom, hogy a liszt, a tojás, a méz, a zsíradék, ez az alap. Hát ezen felül a járulékos anyagok, a fahéj. A fahéj, a kész aroma, nem lehet zacskóba kapni ezt a kész mézes kalács port. Mézes kalács fűszerkeverék. Az nagyon finom, az olyan illata van. Én is úgy gondolom, hogy jó, mert tulajdonképpen a fahéj, meg a szegfűszeg, meg ezek különböző fűszereknek a szagja, az jól be van állítva, és ez tökéletesen használható a mézes kalács. Hogyha édes mézes kalácsot készítem otthon, megvesz ezt a aromát hozzá, négyszeres próbálni, tedd be forralt borba. Szenzációs tedd bele abba is. Az a mézes kalács fűszeg, egy nagyon finom forralborban. Olyan ízted neki, hogy fú, nagyon-nagyon. Hát mégis ahhoz is. Én tudom, mert abban csináltam forrás, nagyon-nagyon finom az ízed. Jó. A gyúrása viszonylag egyszerű. Itt igazán én csak a hiba lehetőségekre akarnám felhívni a figyelmet. Hát itt a méz, főleg, hogyha nagyon hideg van, akkor a méz tud ikrásodni, illetve a zsíradéknak az olvadáspontja ilyenkor alacsonyabb, akkor előtte már szobahőmérsékleten kell tárolni, hogy könnyen egyneműsödjön a tésztával. A méznek az ikrásodását azt nagyon egyszerűen meg tudjuk oldani, mert már 40 fokra fölmelegítjük, és akkor ez eltűnik. Igen, ez általában a virágméznél szokott előfordulni. Úgy gondolom, hogy a mézes kalácsnál a virágméz az a legjobb. Intenzívebb az íze, illetve már amikor sül, már az illata, már az illata is, az illata is. Nagyon furcsa, hogy például a napfogó méz, mindenki érdezik tőle, hogy milyen jó. Nagyon finom, ez kívül hamar kiikrásodik, hogy az a méz. De olyan fél az ikrásnál lehet tenni, nagyon-nagyon finom az a méz például. A napfogó méz is, az is lekomorabb, talán a méze közül lekomorabb, az ikrásodik ki. De nagyon jó belőle lenni. Igen, hát azt melegítéssel ezt... Így van. Ezt, de én sosem ezt a kanál rendesen, mint a fagylalt, gyűlöli fel a kanál, amikor ettem. Igen, a mézes tésztának van nagyon sok fajta változata, valamit gyúrás után már egyből tudunk nyújtani és készíteni a különböző figurákat, illetve van olyan is, én azt gondolom jobb, hogyha hagyjuk érlelni a tésztát, úgyhogy egyik nap begyűrjük, és akkor a következő nap használjuk. Ismerős. A lazítási mód, hát ez különböző féleképpen történik, attól függ, hogy mit akarunk belőle csinálni. Hát leginkább a szódabi karbona az ami elterjedt. Ennél vigyázni kell, hogy oldalirányba nő a térfogata, hogy nagyon sűrűn elrakjuk egymás mellé a sütőlemezre. Nem lesz képes összeragadni. Igen, süteményi. Hogyha különböző formát, ilyen farogott formát, akár címereket, vagy ez a klasszikus mézes kalácsot használjuk, akkor abba nem teszünk, hogy a forma megmaradjon. De az keményebb is az akad a kalács, keményebb is marad. Az keményebb is, igen. Na mutassunk, milyennek mit hoztam ilyen. Ez a tészta is már egy kicsit érlelődött, egy picit lágyabb is, úgyhogy gyúrtam egy kis lisztet még hozzá. Jó, könnyen nyúlik a tészta. Igen. Meleg? Nem meleg. Akkor jó a tészta azért? Jó az állaga beállítva. Ilyen pici mennyiséget nem is tekerünk föl. Milyen fú, hogyha azt tudom, hogy ő mindig kockát nyújt.
a szakács mindig kerek tésztát akar gyúrni hozzá. Ugye ez nagyon nehéz is megállni, mindig is próbálom úgy, hogy nagyon szép kerek legyen a tésztám. A cukasz mindig húzza befelé, hogy tudom én, tégla, le legyen. Megmutatom azt is, hogyan kell föltekerni. Igen, igazítunk rajta, hogy lehet nem tökéletes. És ha jól tudom, akkor most készülsz, olimpiára fogsz készülni. Igen, a megyében van olyan szakács, illetve cukrász kollega, akivel ha minden összejön, akkor jövő októberében lesz Erfurtban a szakács cukrász olimpia, és azon szeretnék részt venni. És milyen készülsz? Milyen? Hát a cukrász D2-es kategória. Artisztika. Artisztika, igen. A szakácsoknál az a D1-esnek nevezik. Hogy mi lesz a témakör, azt még nem tudom, mert tulajdonképpen mindig figyelembe kell venni, hogy mi a legutolsó trend, milyen irányban halad el a versenymunka, mert valami ez... Milyen magasnak kell azt mondani, milyen magasnak kell lenni? Hát a versenykiírásban 60 centitől 150 centi a magasság meghatározása. Úgyhogy ez ne dőljön fel, és én elkezdhet Erfurtba, ami durván 1000 kilométer? Talán több. Úgyhogy... Attól függ, honnan számoljuk. Nem lesz egyszerű dolog. Honnan számoljuk. Máté Szolgáltam, nyílj egy házáról. Igaz, hogy nem beszéltük meg, de azt hittem, hogy segítesz fölrakni. Vagy esetleg kiszúrni akarod a tésztát. Én rakom föl, de kijöttem a kezembe, elmondom, akkor biztos nem jól csinálom, és abba is hagytam, gyorsan abba is hagytam el. Javaslom egyébként, hogy másfajta formákat is használjunk. Én közben elkészítem a kenéshez a tojást. És állunk a tojáshoz, a tojás úgy készítjük elő. Természetesen figyelembe veszük azt, hogy süt a sütő. Hogyha a tetején jobban pirul, akkor egy nagyon pici vizet adunk hozzá, és akkor ezáltal nincs az az érzés, hogy mintha megégne a tésztának a felülete, illetve hogy magasabb legyen a fénye, egy pici sót is szoktunk hozzátenni. Végre valaki valamit sóz. Cukrászok is szokták. Végül is azt mondják, hogy minden édeshez kell egy pici só, illetve fordítva is igaz. Én akkor közben megkennem, jó? Jó, akkor te kenjed. Hány fokokra sütni ezt a édes kalácsot, és mennyi ideig? Tudom, hogy látik a szint, és látik, és sok mindentől függ. De egy átlagos... Azt hiszem, hogy számít a végül is a vastagság és a igen, mézes igen, tésztának, igen. De talán azt mondom, hogy ez süthető a legkönnyebben. Ennek a sütés ideje olyan 6 perc, és 180 fokon. Fogok szóval a feleségem tészté mindig azért panasz, hogy mindig ragad neki lefele. Hát ez a tészté, ez nem ragad, ez nagyon jó, ez a tészté, Sanyi. Köszönöm szépen. Ez a tészté abszolút nem ragad. Talán egy picit vékonyra is nyújtottam. Legalább sok lesz belőle halott. Mégis ilyen kis mennyiségben nem nagyon szoktuk készíteni. Igen, 20-30-50 kilójával? Néha előfordul. Sütés előtt szoktuk olajos magokkal díszíteni, ha olajos maggal, akár negyedelt, felezett dióval, mandulával, hogyha ezt nem tesszük, akkor a végén szoktuk díszíteni. Azt megkutatom, kedves nézőknek azt a fajta módszert, hogy jól tudom, igaz? Igen, most annyira a látványra törekszünk, illetve a mézes kalácsban is elindult egy olyan trend, hogy tényleg nagyon szép díszítéseket láthatunk. Igen, hát ehhez már itt mellettünk, hogy... Ehhez már kell egy bizonyos képesség. Milyen jó, hogy szépet tud díszíteni. Nekem vannak képességeim. Nem tudtam. És akkor ez a kerek? Nem. Tésztanyújtás, vagy próbálsz szögletesnek? Ez a kettő köszön érte, próbálok szögletesen nyújtani. Jó. Ugye próbálom azt nézni, hogy most vastagadó hagytam egy kicsivel. Tudod, hamarabb elfogyulod a tészta, hogyha picit vastagabb lesz. Igen, ezt általában úgy szoktuk, hogy egyforma vastagságú tésztát igen, szoktunk úgy egyszerre sütni. De azért azok értenek hozzá, én meg amatőr vagyok. De jól csinálod. És akkor most folytatjuk a glazúr készítésével. Ez a glazúr, ami az a mindjárt édeskönyvben található, ez a fehér. És a kollégám most azt mondja, hogy kell ezt elkészíteni nektek, jó? Igen, mint ahogy az előbb mondtam, hogy általában a hibára lehetőségekre szoktam felhívni a figyelmet. Most szintén megmutatom, hogy kell egy olyan glazúrt készíteni, amivel a mézes kalácsot szoktuk díszíteni. Egy tojás fehérjét használunk. Ez a
próbamennyiséghez, egy tojásfehérjét, és folyamatos keverés mellett nekem húzzák a cukorban kimérve, valószínűleg nem fog kelleni, egy-két deka ki fog maradni, általában az a tapasztalat, de attól függ, hogy milyen a tojásnak a nagysága, olyan 15-20 deka cukor kell lesz hozzá, hogy ilyen glazúrt tudjunk készíteni. Utca. Honnan tudja azt nézni, hogy mikor lesz az a glazúr nekem, amit készített? Még nincs tökéletesen készen, csak a széléről a cukrot kaparom bele. Ez még látszik a színén, hogy ez még nem folyékony, illetve még elég híg. Kész a glazúr. Elkészült, igen. Picit mutassuk meg a kedves nézőknek. Ja, hogy mikor ilyen kevénynek kell lekenni. Mikor már nem folyik, de olyan az állaga, hogy könnyen alakítható. Nagyon fontos az alapanyagnak az előkészítése. Hát általában van a porcukor, illetve a cukorliszt. Hát a kettő között az a különbség, hogy a cukorliszt az 3% kemény idő tartalmaz. Fontos az, hogy ha az egyiket dolgozunk, akkor legközelebb is ugyanazzal dolgozunk, mert akkor pontosabban tudjuk meghatározni a mennyiséget. Mind a kettő nagyon jó, csak többször át kell szitálni, illetve minél apróbb lyukú szitán. És akkor a díszítésünk is sokkal finomabb tud lenni. És most nem a mézesázsa fog díszíteni, hanem Sanyi hozott ilyen házikót, és ezt fogja tovább a díszítés, ennek fogja elfolytatni. Mert a cukrászacskó soha nem tudom én megcsinálni. Én sütőpapírt szoktam hozzá használni. És a végig az tőhegyes. Igen, igen, és akkor majd végén behajtani, lehajtani, az még egy óriás idő, hogy hogy kell behajtani, lehajtani. Jó, az a valami. Megtöltjük a kis felírónkat. Ezt mindig kétharmadnál lesz tovább nem szabad. Illetve szorosan a végét lezárjuk. És hogyha jól van elkészítve, akkor vagy egyáltalán nem, vagy csak esetleg nagyon vékony hajszál, vékony anyag ki belőle, de mi ezt irányítani szoktunk. Én nagyon picit levágunk a végéből, mindig ollóval, és akkor már nagyon le lehet vékonyan, vékony díszítéseket is lehet vele végezni, de számunkra most nem ennyire vékony kell, hanem egy picit nagyobb, szélesebb, úgyhogy én egy picit szélesebbet vágok le. Tulajdonképpen ez a kis házikon még nincs teljesen befejezve, úgyhogy még a jégcsapokból teszek rá. Jó, akkor a kollégám befejezi ezt a mézeskádisztést. Elköszön a nézőtől, viszontlátásra, kellemes évekkel kívánunk. Viszontlátásra.